Jó estét kívánok! Javában tart már a hajrá a Magyar Jégkorong Bajnokságban, az Erste Ligában. Itt természetesen a fehérvári titánok is gyűjtögetik a pontokat. A bajnokok városa vendége Kis Dávid, a csapat vezetőedzője. Köszöntelek a stúdióban. Jó estét kívánok! 11 csapatos bajnokságban jelenleg a 8. a titánok, csak hogy rögzítsük a tényeket. Tehát azt ugye tudjuk jól, hogy a titánok esetében elsősorban az utánpótlás biztosítása az elsődleges feladat, de hát nyilván azért az eredményesség is számít, pláne a vezetőedzőnek. Dávid, te ugye a szezon elején vetted át a csapat irányítását, és hát meglehetősen komoly ajánló levéllel érkeztél házon belül, hiszen az IFIK-kel azért amit lehet gyakorlatilag megnyertél. Ez a poszt, a titánok vezetőedzői posztja, ez olyan lett, mint amelyennek képzelted? Igen, természetesen örültem neki, annyira a felkérésnek és kihívásnak tekintettem. Sokban különbözik ugye az utánpótlás bajnokságtól, legfőképp, hogy itt sokkal kiélezettebbek a mérkőzések, és ahogy említetted, sikeresen szerepeltünk az utánpótlás bajnokságokba, de nem éreztük azt, hogy a megfelelő fejlődés szolgálja a fiatalabb játékosainknak, úgyhogy ezért döntöttünk úgy idén, hogy egy új koncepció szerint sokkal több fiatalt fogunk beépíteni a titánok csapatába, mint előtte. És akkor hányan csatlakoztak egyébként ezekből az ifi csapatokból végül a titánokhoz? Hát most szép számmal majdnem a csapat fele, még mindig junior korosztályú, ugye, hogy általában 22 főt nevezhetünk egy mérkőzésre, abból legtöbbször 10-11 fő az még mindig junior, de szerencsére eddig úgy néz ki, hogy megállják ezt a szintlépést. Olyan ez a magyar bajnokság, mint amire számítottál, azzal együtt, hogy a MAC és a DVTK szlovák bajnokságba igazolt? Hát a szezon elején ugye mindenki találgatott, hogy mit várhatunk ettől a szezontól, de sokkal kiegyenlítettebb lett. Egyértelmű, hogy most is vannak erősebb csapatok, akik azért el tudtak lépni a szezon elején, de most, ahogy így az alapszakasz vége felé közeledünk, így sokkal inkább a mezőny első fele elég sűrű, aztán a közepe is, és hát hátul is még mindig nagy harcok folynak a végső pozíciók betöltésére. Ugye momentán a Ferencváros áll az élen, és a Csíkszered, a Debrecen, Brassó, Újpest, Gyergyó az első hatban, ez mennyire reális? Én szerintem, hogyha a papírformát nézzük, akkor ez itt teljesen rendben van. Még mindig lehetnek apró változások, de úgy gondolom, hogy ez azért reális. De hányadik helyre várod a csapatot itt az alapszakaszban, amelyből még 4 mérkőzés van hátra nektek? Nekünk a csapaton belül volt azért egy kitűzött célunk, hogy a 6. helyet elérjük. A szezon elején még azt mondtam, hogy valahol a 6. és a 8. hely környékére látom reálisnak ezt a csapatot. Volt, aki az utolsó két helyre várt minket, ehhez képest most egy pontra vagyunk a 6. helytől, és a hátra levő mérkőzéseinkből igazándiból még mindig van lehetőségünk annyi pontot szerezni, hogy akár tényleg a 6. helyen végezzünk. Tehát egy szép elégtétel lehet majd részletekről a kétkedők irányába. Igen, én szerintem ez egy kicsit erőn felül teljesített a csapat ebből a szempontból, de még nem akarom elkiabálni, mert még ugye nem értük el. Ha sikerül ezt a 6. helyet elérünk, akkor elég nagy lehetőséget adunk magunknak, hogy utána a playoffba is sikerüljön bekerülnünk. Eddig 36 mérkőzésen vagytok túl az alapszakaszban. Mennyire volt egyenletes a csapat teljesítménye? Voltak-e hullámvölgyek? Mennyire volt azok a hullámok tetején ebben az alapszakaszban? Hát mint minden szezon, ugye nekünk is volt mindegyikből lehetőségünk belekóstolni egy kicsit. Volt egy mélyebb hullámvölgyünk még novemberben, ahol 8 meccses vereségszériába futottunk bele, ebben nagyon szépen ki tudtunk lábalni igazándiból. Voltak fájó vereségek, amit olyan csapatok ellen szereztünk, vagy veszítettük el, akikkel azért úgy számoltunk, hogy őket meg fogjuk verni, viszont voltak kellemes meglepetések, amikor top csapatokat tudtunk megverni, ezáltal igazándiból behoztuk azokat a pontokat, amivel számoltunk, de azt kell mondjam, hogy elégedett vagyok azért az eddigi teljesítményünkkel. A fiatalok hogyan viszonyultak ahhoz mentálisan elsősorban, hogy szintet kellett lépniük? Nem láttam rajtuk különösebb görcsösséget, volt idejük rákészülni, régóta terveztük
és hangoztattuk ezt nekik a múltban, hogy szeretnénk, hogyha ők ez a tehetséges generáció előbb-utóbb a felnőtt bajnokságban játszana. Kellett egy pár mérkőzés, mire hozzászoktunk, illetve minden ellenfelünket találkoztunk, de még egyszer mondom, hogy ügyesen helytállnak. Te kezdetektől fogva nyugodt voltál, vagy neked azért kellett egy kis idő, hogy megnyugodj? Nem volt sok különbség, azt kell mondjam, tehát a vezetőedzői poszt azt, hogy azt juniorba vagy felnőttbe töltjük be, ráadásul úgy, hogy a csapat nagy részével dolgoztam múltba, nem volt különösebben feszültség bennem, de nagyon jól élem meg én is igazándiból, annyi, hogy ez már sokkal profibb közebb, ugye itt a játékosoknak több a szerepük, többet szerepelnek, jobban a reflektorfényben vannak egy kicsit, és hát tényleg ez fogja meghatározni a jövőjüket, hogy ilyen fiatalon milyen eredményesek tudnak lenni majd itt a felnőttben. A sorsolás az mennyire volt szerencsés elsősorban az utazásnak, az utazás és az utaztatás, a csapat utaztatása vonatkozásában? Voltak fárasztó periódusok? Volt egy nekünk nagyon, igen, októberben, ahol mivel szép számmal szerepeltek a Titánok csapatában, a junior váltottban is játékosok, ezért a decemberi szünet előtt nekünk el kellett tennünk mérkőzéseket, hiszen a junior összetartás miatt nem tudtak volna játszani a játékosok a Titánba, vagy hogyha Titán meccsre léptek volna, akkor juniorban nem tudtak volna szerepelni a váltottba. Úgyhogy ezért az erdélyi túráinkat októberre sűrűsítették be, akkor egy hetet töltöttünk Erdélybe, egy hetet itthon, és így tovább ezt egész hónapba utazgattunk. Ez egy kicsit megterhelő volt, de most így utólag visszanézve azt mondom, hogy talán még jobb is az így, mert hamar letudtuk a szezon elején a túrákat. Ja, azt mondtad, hogy hát gyakorlatilag integráltátok ezt az ifi csapatot a Titánokba és a magyar bajnokságba. Ehhez képest, vagy ezzel együtt a légiósok arányát, azt milyen mérőszámban jelöltétek ki? Hát egy mérkőzés a 6 légiós nevezhető, de mi a kezdetektől fogva azt terveztük, hogy csak 4-et szeretnénk. Voltak is 4-en, de azóta az egyik légiósunk egy másik bajnokságba igazolt, úgyhogy 3 légiósunk maradt, és ezt tartottuk, és nem terveztük, hogy új légióst hozzunk helyettük. Nem mondom, hogy nem lenne nagyobb segítség, ha akár lenne még egy légiós, de így viszont a magyaroknak és a fiataloknak sokkal több jégideje marad. Ezek a légiósok mennyivel emelik a csapat átlag életkorát? Hasonló korúak, vagy azért egy idősebb srácok? Nem sokkal idősebbek, igazándiból egy 4-5 év különbség van közöttük, a legidősebb játékosunk is 27 éves. Leginkább ők a rutinjukat tudják hozni, azt, hogy ők felszólalnak az öltözőbe, például igyekeznek tényleg a helyes irányba terelni a fiatalokat egy esetleges győzelem vagy egy vereség után. Ők már játszottak profi felnőtt bajnokságban, tudják, hogy milyen ez a közeg, és hát eleve az volt a tervünk, hogy olyan légiósokat hozzunk, akik nem csak technikailag fogják megállni a képességeket, vagy legalábbis a szintet, hogy tudjanak nekünk elegendő pontokat szerezni, hanem tényleg egy úgymond mentorai legyenek a fiataloknak. Hát e tekintetben is jó hír, hogy Jack Lewis, illetve Kis Patrik is 42 pontot termelt eddig, tehát pariban van a magyar sráca a kanadaival a házi ponttáblázat élén. Igen, mind a három légiósunkkal elégedettek vagyunk egyébként, a magyarok pedig tényleg vannak, akik itt az első évükből be tudtak robbanni, és nagyon szépen gyűjtögetik a pontokat, akár a Mihály Ákos, aki ugyanott van a top 4-5 játékosunkban a házon belül. Ugye a Kis Patrikot említetted, ő már tavaly azért ő végig tudott játszani egy Erste Ligát, akkor még nem jött neki úgy össze a dolog. Nagyon sok energiát fektetett bele, hogy még jobb legyen ez az idény, és ez most a pontjaiba is meglátszik, és remélhetőleg tudja tartani ezt a tendenciát, és előbb-utóbb akár az Ebel csapatba is fog tudni játszani. Az egyik legpont erősebb hátvéd is a Titánok játékosa, és légiós. Így van, igen. Őt ráadásul nem a szezon elején tudtuk megszerezni, hanem már eltelt bő egy-két hónap a szezonból, amikor az említett légiósunk, aki más bajnokságba igazolt, ő
helyette kerestünk mást, és hát azt kell mondjam, hogy tényleg jobban jártunk, minőségi cserét hajtottunk végre. Nagyon erős, ráadásul nagyon jó családból származik, igazi jégkorong családból, az édesapukája több Stanley kupát is nyert, ami legnehezebb és a legszebb trófea a jégkorongban, úgyhogy tényleg egy igazi, mind személyiség ügyileg is, és mind technikailag nekünk tökéletesen megfelelő játékos. Igen, Brock Bökebumról van egyébként szó, 27 pontnál tart. Ha rátekintünk a tabellára, akkor szépen balanszíroztok a szerzett és a kapott gólokkal, mert ha minden igaz, az teljes azonosság 136 oda, 136 ide. Ezt szépen kiszámoltátok. Igen, egyelőre tartjuk ezt, bár jobb lenne, hogyha a kapott góljaink száma egy kicsit kevesebb lenne, de tekintve a átlagérett korunkat és a rutinunkat, ez teljesen elfogadható, úgy gondolom, viszont a lőtt góljainkkal teljesen elégedett vagyok, mert nem volt olyan mérkőzésünk, ahol ne szereztünk volna 2 vagy 3 gólt, és ilyen fiatalon ennyi utánpótlási koronggal a hátuk mögött szépen tudnak kialakítani olyan akcióhelyzeteket, amiből gólokat is lövünk, csak egy kicsit a védekezésre jobban oda kell majd figyelnünk. Ja, nagyjából 20-21 és fél év talán az átlag életkor nálatok. Ez a bajnokság többi csapataihoz képest mennyivel több vagy kevesebb tudomásod szerint? Hát rajtunk kívül még van 2 fiatal csapat, illetve nálunk velünk egy idős a Vasas csapata, akik hasonló tendencia alapján csak a fiatal játékosokra építkeznek és a magyar játékosaikra, illetve a Bécsnek a FAM csapata is ebbe a ligába játszik. Ők egy kicsit idősebbek, de ők a több légiósuk miatt, akárhogy mondjam, de hát az utolsó 2-3 csapat az ilyen fiatal, mint mi. Több, az mind idős. Mennyit változtak fejben, testben a fiatal játékosait? 36 mérkőzés, az mire elengedő? Ezzel mennyi rutint lehet szerezni? Hát reméljük, majd ezt a középszakasz jobban elárulja. Csapatszinten nagyon szépen formálódtak, azt kell, hogy mondjam. Egyesével, hogyha jellemezni kéne őket, akkor még van mindenkinek szépen fejlődni valója. Igazándiból nagy hangsúlyt fektettünk nyáron arra, hogy ugye fizikailag megfeleljenek, de azt, hogy mentálisan hogy fognak kezelni szituációkat, azt azért nehéz 36 mérkőzésből megállapítani. Több szezon kell majd nekik azért, mire helyén tudják kezelni ezeket a szituációkat, de az biztos, hogy mindennel, mindenféle szituációval tudtak találkozni. Melyik volt az eddig legemlékezetesebb mérkőzés számodra? Hát nehéz, minden mérkőzésre emlékezetes, főleg amikor győztesként hagytuk el a jeget. Nagyon jó érzés volt, amikor először mondjuk az Újpestet itthon meg tudtuk várni. Hosszabbításban, ráadásul a Bukebumnak az első mérkőzése volt, ahol az ő győztes góljával fejeztük be. Aztán, hogyha csak ebből az évből kell említenem, akkor tényleg a lista vezető Ferencvárost is meg tudtuk várni idegenbe. Úgyhogy ezek mind olyan mérkőzések, amikből erőt merítünk, és tényleg olyan önbizalmat ad, hogy elhiggyük azt, hogy bárki ellen van keresni valónk. Igen, a Ferencváros ellen volt egy egészen ütős kicsmeccs, hogy úgy fogalmazzak, ezt hogy élted meg? Ott aztán volt minden bunyó, jöttek a gólok, gyakorlatilag futószalagom. Igen, az hát szurkolói szempontból nagyon élvezetes mérkőzés, edzői szempontból kevésbé. Itt is, ott is adottak gólok, és ráadásul meg lett volna lehetőségünk, hogy azt a 3 pontot elhozzuk onnan, akkor azon a mérkőzésen vezettünk 3 góllal is, még a harmadik harmadban aztán engedtük őket visszajönni a mérkőzésbe, akkor volt az említett verekedés, amit igazándiból nem mi provokáltunk ki. Ők egy kicsit kimozdítottak minket ezzel a koncentrációból, és hát a végén még mindig 2 perccel a végelőtt még mindig vezettünk, aztán megint engedtük őket kiegyenlíteni, és hát sajnos utána az extra pontok már hozzájuk kerültek. Ami pedig az legutóbbi mérkőzést illeti, csak hogy egy friss történésről is beszéljünk, ugye
A Vasas volt a vendégetek az első harmadban, ahogy hallottam az interjúból, picit dekoncentráltak voltatok, aztán végül is 3-2-re győztetek, de a Vasas azért elvitt egy pontot innen Fehérvárról. Ez az első harmadbéli dekoncentráltság, ez mennyire tudható be annak, hogy bizony hosszú ez a szezon, hosszú az alapszakasz is? Egy kicsit éreztem azt, hogy az előző nap is volt egy mérkőzésünk az Éppán Debrecen ellen. Az is bennünk volt egy kicsit. Azon a meccsen, a Debrecen elleni meccsen az Ebel csapatból is vissza tudtuk kapni a Sárpátkitont és a Citadonátot. Ők sok energiát hoztak nekünk, akiket utána a másnap vissza kellett adnunk az Ebel csapatnak, tehát a Vasas ellen nem tudtak kiállni. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy egy kicsit mentálisan gondoltuk azt, hogy mivel az ellenfelünk mögöttünk tartózkodik a tabellán, azért ez egy könnyű mérkőzés lesz, és nem először szaladtunk már bele ebbe a hibába. Igazándiból ezt nem engedhetjük meg. Ugye fogunk velük játszani még egyszer hétfőn, és nagyon fontos 3 pontot kell begyűjtenünk ahhoz, hogy tényleg a 6. helyen tudjunk végezni. Rá kell jönniük, hogy teljesen mindegy, hogy az elsővel vagy az utolsó csapattal játszunk, ugyanannyi energiát kell belefektetniük abba, hogy győztesként hagyjuk a helyet. És a Debrecen ellen mi történt? Debrecen ellen 40 percig tényleg fantasztikusan játszottunk, energikusan, nagyon élénkek voltunk a korongban, rengeteg helyzetet alakítottunk ki, és a kapusuk, a Hetényi Zoli tényleg végig partiba tartotta őket. Egyértelműen nekik is voltak nagy helyzeteink, úgyhogy a mi kapusunkat is ki kell emelni, aztán a harmadik harmadban ugye semmiből igazándiból engedtük őket visszajönni és kiegyenlítettek, és hát sajnos a büntetőlövések azok ebben a szezonban egyelőre nem úgy mennek, ahogy kell, hiszen ez már a harmadik mérkőzésünk volt, amit büntetőlövésekkel kellett volna eldönteni, és addig rendszeresen alul maradtunk sajnos. Ha már kérdeztem azt, hogy melyik volt a legkiemelkedőbb mérkőzés, melyik volt számodra a legbosszantóbb meccs? Hát nehéz kérdés. Remélem, nem azért, annyira sok volt. Nem, természetesen nem. A legbosszantóbb az annyira az kevés. Igen, amikor az úgymond kötelező mérkőzéseket veszítettük el, ahogy akik mögöttünk voltak a tabellán, akár egy Hoki Klub Budapest elleni, vagy a Bécs FAM csapata ellen, ráadásul kétszer fontos pontokat hulajtottunk el, amik hogyha lehet, hogy ott megnyílünk, akkor most már tényleg biztos 6. helyen lennénk, de ezeket az elhullajtott pontokat végül is megszereztük az erősebb csapatok ellen. Ez az, amit meg kell tanulniuk, hogy nem mindegy, hogy készülnek tényleg egy Ferencváros ellen, és hogy egy Bécs ellen, vagy egy Vasas ellen, vagy említhetnék bárki mást. Nem szabad, hogy azt gondolják, hogy kevesebb munkát kell beletennünk bármelyik mérkőzésbe. Tehát egészen biztos, hogy a fiatalok ugye motiváltak, nem hiába nyertetek meg mindent gyakorlatilag, még az ifjúsági korosztályban, meg hát nyilvánvalóan azért a közeg is inspirálja őket, az ifjabb Ocskai Gábor jégcsarnokban és környékén. Arról gyakorta hírt adunk, hogy ugye a Fehérvár a V19 nagyon fontosnak tartja a direkt kapcsolatot az idősek és a feltörekvő, a felnövő generációk között, ilyen például az All-Star nap, és azt hiszem még sorolhatnék jó pár ilyen rendezvény, de mondjuk a Titánok és a Nagy Volán között mennyire napi szintű, vagy heti szintű a kapcsolat, csak hogy még motiváltabbak legyenek, és inspirálja őket az, hogy mondjuk közel vannak hozzájuk az Ebel játékosok. Hát az, hogy a játékosok személyesen hogy tudnak találkozni az Ebels játékosokkal, azt a pályán kívül is megoldják, hiszen a légiósok is jóban vannak, illetve a magyar játékosok is jóban vannak a két csapat között. Ezeken az említett All-Star napokon is ugye mind az Ebel, mind a Titán játékosai együtt szerepelnek, tehát ott is találkoznak, illetve mi az edzői stáb is egy irodába foglalunk helyet, úgyhogy napi szinten próbáljuk összefésülni a két csapatnak a dolgait. Legtöbbször akkor fognak tudni találkozni a Titánok az Ebersekre, hogyha meglépik a szintet és bekerülnek abba a csapatba. 4 forduló van még hátra, először is jön a Bécs farm csapata, aztán a Vasas otthonába látogattok, egy dunaújvárosi vizit szerepel még a programban, és végül az Újpest ellen zárjátok a középszakaszt.
Jó kis sorozat. Jó kis sorozat, igen, és ha úgy nézzük, akkor szerencsés is számunkra, hiszen most volt egy vasas, ugye, amit úgy kötelezően szerettünk volna behúzni. Lesz egy Bécs, amit megint oda sorolnék, hogy nagyon kellene az a győzelem, akár csak a hétfői vasas megint. És utána jön a közvetlen riválisunk, ugye a Dunai Város, akikkel küzdünk a hatodik helyért. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azon a mérkőzésen ott már ki fog derülni, hogy el tudjuk-e érni azt a hatodik helyet, vagy sem. És hát a szezont pedig egy olyan Újpesttel zárjuk, akiknek rendkívül erős kerete van, de mégis háromszor találkoztunk velük, és mind a három mérkőzés hosszabbításban dőlt el eddig. Egyszer miről lettünk, egyszer pedig ők, úgyhogy szeretném kiegyenlíteni ezt a párharcot. Aztán persze jön még majd a közép szakasz, és akkor még három csapat csatlakozhat azért a playoffhoz, hogyha jól tudom, akkor három kiadóhely van még, igen, vagy hát három kiadóhely lesz még. Így van, a hatodik és a tizenegyedik helyezett közötti csapatok játszanak egymással egy oda-vissza kört, amiből majd ugye a három legtöbb pontot szerző csapat fog csatlakozni az első öthöz, így kialakítva a végső nyolcast, akik a playoffot fogják alkotni. Azért is lenne fontos nekünk a hatodik helyet elérni itt az alapszakasz végére, mert extra pontokat lehet magunkkal vinni a középszakaszba, és hát a hatodik helyezett az 6 extra ponttal kezdheti ezt a középszakaszt, amit, hogyha úgy nézünk, az két ingyen győzelem, úgymond két-három pontos győzelem, és azért az, ha mellé, ha tudunk tenni még pár győzelmet, akkor majdnem biztosnak tekinthető, hogy sikerül bejutnunk a playoffba. És aztán majd ott mi lenne az alap számodra? Ott várjuk az ellenfelünket, aki ki fog választani, mert ugye az első, uh-huh. első három helyzet választ a negyediknek, meg aki majd marad. Bárki is választ minket, mi mindent meg fogunk tenni. Ott négy győztes mérkőzésig tart a párharc. Egyelőre számolgattunk, hogy kik lehetnek, de hát nem nagyon tudjuk. Én szerintem valamelyik erősebb magyar csapat fog nekünk maradni, de addig még azért el kell jutnunk. Azért még benne vagyunk a szezon kellős közepében, de mondjuk van-e olyan dolog, amit mondjuk a következő szezonban másként csinálnál, mint vezetőedző? Levontál már valamiféle tanulságot az eddig történtekből? Vagy ennek még nincs itt az ideje? Minden nap van valami, amire gondolok, vagy illetve ahogy a játékosaimtól elvárom, hogy fejlődjenek, én is igyekszem egyre jobb lenni, meg fejlődni ezen a téren. Talán majd egy kicsit, ha előrébb jutunk, vagy a következő szezonban van rá több lehetőségünk, akkor több egyéni meetinget tartani, vagy videózni velük, amire idén nem tudtunk akkora hangsúlyt fektetni. De egyelőre úgy látom, hogy azért még működőképesek vagyunk. Hát további sikereket az alapszakasz hátralévő négy fordulójára is, majd a továbbiakra. A rájátszást azt megelőlegezzük természetesen neked, nektek. Dávid, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Én is köszönöm a kívást. Kedves nézőink, ez volt már a Bajnokok Városa. További szép estét, viszontlátásra!